ki gondolja magáról, hogy alkotó? Kezeket fel bátran. Jó, látom, hogy sokan azt gondoljátok, hogy alkotók vagyunk, és ez nagyon jó, de azt szeretném, ha az előadásom végére azért mindenki feltenni a kezét. Egy nagyon érdekes dolog történt velem ma. Idefelé jövet, miután leparkoltunk, megálltam egy röpke pillanatra az épület előtt, és az utcát néztem. Az embereket, a növényeket, az épületeket, az eget. Hallgattam az utcai zajokat, a járművek zaját, a saját légzésemet. Pillanatokon belül már egy teljesen új utcai kép volt előttem. Ugyanaz az utca, mégis más elrendezésben. Volt ebben a látványban valami megindító, valami lenyűgöző. Csak álltam ott teljesen mozdulatlanul, és körülöttem minden élt, változott, mozgott. Éltetek már át ilyen élményt? Egy folyamatosan változó világban élünk, mozgunk és cselekszünk. Ezek vagyunk mi. Folyamatosan változunk, és változást idézünk elő. Ezáltal létrehozunk egy új állapotot a térben és az időben. Egy új valóságot hozunk létre. A létrehozás pedig nem más, mint az alkotás. Minden nap, minden percében alkotunk. Folyamatosan és rutinszerűen. Hihetetlen, ugye? Felemelem a kezem, vagy elmondok egy egyszerű mondatot, és ezzel az egész világban megváltoztatok valamit. A világ arculatát változtatom meg. Gondoljatok bele, micsoda nyüzsgés van ezen a bolygón. Jelenleg 7,5 milliárd ember él a Földön, és abban még bele sem számoltuk az összes élőlényt. A többi emlőst, a rovarokat, madarakat. Mindenki folyamatosan alkot és alkot. A változás rendkívül gyors. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy minden nagy alkotás kis lépésekkel kezdődik. A brilliáns festmények is egy fehér vásznon kezdődnek el, egyetlen ecsetvonással. És a többi arra az egyre építkezik rá. És egyetlen vonás mennyi változást képes előidézni? Teljesen megváltoztatja az összképet. Én mindig is nagyon csendes, visszahúzódó kislány voltam, fegyelmezett, szorgalmas, kissé zárkózott. Az emberi kapcsolatokkal és a nyilvános beszédekkel nem igazán boldogultam, és a színpad volt az egyik legnagyobb félelmem. Inkább az érdekelt, hogy mi miért van, és az, hogy ki vagyok én. 2015 őszén a rajztanárom, akihez festeni járok, futva megpillantotta a híradóban a Magyar Templeton programot, és a következő héten már el is újságolta nekem, hogy mit hallott, és hogy nézzem meg, és jelentkezzek rá. Kiderült, hogy egy tehetségprogramról volt szó, ahová különleges kognitív tehetségeket válogatnak be. Először nem sok reményt fűztem hozzá igazából, de kitöltöttem az első forduló tesztjeit, ami körülbelül 20 percet vett igénybe. És amikor megnéztem az eredményt, akkor már jobban érdekelt, hogy mi lesz a folytatás, kíváncsi voltam. Nem sokkal később megérkezett az e-mail, hogy bekerültem a második körbe. Hát itt nagyon izgatott voltam, és azt hittem, hogy én már nagyon valamit megcsináltam, és igazából ekkor ugye ki kellett tölteni a második forduló tesztjeit, ami a motivációval volt kapcsolatos, ami nekem hát akkor szokatlanul sok volt, de ez is sikerült, és bejutottam a harmadik körbe, ami egy személyes interjú volt. Igazából itt már tudtam, hogy nagyon közel vagyok ahhoz, amit én valóban ezzel a dologgal kapcsolatban el szeretnék érni, de ettől egy kicsit meg is rémültem. És hát egy teljesen idegen emberrel kellett beszélgetnem magamról, tehát ez valamilyen szinten érthető is, de így utólag visszagondolva nem volt annyira ijesztő. Inkább csak az ismeretlentől féltem.
És akkor ugye bekerültem a programba, és nagyon-nagyon boldog voltam, hogy egy ilyen fantasztikus lehetőségben lehet részem. Az ünnepélyes megnyitót a Magyar Tudományos Akadémián tartották, ahol mindenki beszédeket mondott, amelyeket akkor 13 évesen még nem igazán értettem, de egy gondolat megmaradt bennem a beszédekből. Attól az embertől tudunk a legtöbbet tanulni, aki különbözik tőlünk, más, mint mi vagyunk. A program új lehetőségeket és ajtókat nyitott ki számomra, és magával sodort az emberek közé. Abban az évben több embernek mutatkoztam be, mint addigi életemben összesen. Olyan helyzetekbe kerültem, amelyekbe addig még nem nagyon, de láttam, hogy ez jó, ez tetszik, és már nem is annyira kellemetlen számomra, mint például az a rengeteg bemutatkozás, vagy a kedvencem a mesélj magadról kérdések, amelyektől mindig is kirázott a hideg. Ugye ti is így vagytok ezzel. De igazából közben egyre többet fejlődtem, nagyon gyorsan, és egyre jobb és jobb lettem ezekben a helyzetekben. Mert hogy az emberek nem is annyira ijesztőek. Még nem is sejtettem, hogy mennyire megváltoztam a programnak köszönhetően. Nem csak a világom, az életterem lett tágasabb, hanem rengeteget fejlődtem és tanultam. Nagyon sok új ismerősöm és barátom lett. Elkezdtem máshogyan gondolkodni, máshogyan látni a világot. Addig kislányként mindig is nagyon maximalista voltam, és szerettem volna minden egyes felém támasztott követelménynek és elvárásnak a lehető legjobban megfelelni. Ahogy teltek az évek, ez a folytonos megfelelési kényszer egyre fárasztóbbá vált, és nagyon kimerítő volt. És ekkor viszont megvilágosodtam, és rájöttem, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, motivált, elégedett és energikus, ahhoz nem a követelményekből, nem is a tevékenységekből, hanem a megfelelési kényszerből kellett leadnom. Akkor rájöttem, hogy csak és kizárólag az önmagamnak való megfelelés tehet boldoggá és elégedetté. De a mosolygás azóta újra természetes és alapvető része az életemnek. És most már azt is látom, hogy mennyi mindenben segített ez nekem. És megmutatta, hogy ugyanazt az utat mosolyogva is végig lehet járni. Ami viszont számomra a legkülönlegesebb program volt, amit a Templeton nyújtott, az az úgynevezett mentorprogram, amelynek az első körében három embert kellett megjelölni mentoromnak. És én az első helyre kiválasztott embert kaptam, Bálintot, akivel nagyon jó volt együtt dolgozni, ezért úgy döntöttem, hogy a második körbe is jelentkezem. Itt biztosra mentem, és csak egy embert jelöltem be, de hát természetesen megkaptam az e-mailt, hogy az az egy ember pont nem jelentkezett a mentorprogramba, ezért ők majd választanak nekem egy mentort, és így találkoztam Anettel, szinte teljesen véletlenül. Ő tavaly adott elő a TEDx Debrecen színpadán, tudjátok, a hegedűs lány, ahol most én is állok. Hát így jutottam el idáig. Tettem egy kis lépést, húztam egy ecsetvonást, de már mérföldekre vagyok a rajtvonaltól. Egy csendes, nagyon introvertált Bogiból egy igazán bőbeszédű és nyitott Bogi lett, aki szeret ismerkedni, kihasználni a lehetőségeket a fejlődésre, és aki felmerészkedett egy színpadra. Azt gondolom, hogy ez elég bizonyíték. És ezt soha nem gondoltam volna 2 évvel ezelőtt. A káoszelmélet szerint egy olyan apróság, mint egy pillangó szárnyának rezdülése, akár tájfunt is okozhat a világ túlsó felén. Ezt pillangó hatásnak nevezzük. És a hatás egy olyan elkerülhetetlen következménye az alkotásainknak, amelyet jól is fel tudunk használni. Ugyanis alkotásainkkal nem csak a saját életünket változtatjuk meg, hanem mások életében, mások világában is változást teremtünk.
És ez egy körforgás, ugyanis nem csak mi vagyunk hatással másokra, hanem mások is ránk. Én is másoktól, a világtól kapom a motivációmat, az inspirációmat az alkotáshoz. Talán ezért is érzem úgy, hogy ha alkotok, akkor azt az emberekért, a világért tegyem. Mint már említettem korábban, kisebb koromban sokat foglalkoztatott a dolgok miértje. Nálam azonban ez a miért korszak még máig is tart. De egy érdekes dolgot felfedeztem ebből. Hogyha felteszek egy kérdést, hogy ez miért van így, vagy miért van úgy, akkor rögtön megtalálok egy problémát. És a probléma az egyik legjobb lehetőség a változásra és a változtatásra. Az én eszközeim a változtatásra többek között a festészet és a robotika. Első hallásra két teljesen különböző területnek tűnnek, igaz? Szokatlan párosítás. Nem sok közös dolog jut az embereknek az eszébe, amikor erről mesélek nekik. Igazság szerint a robotika nem is különbözik annyira a festészettől és az alkotástól. A robotika a jövő tudománya, mondják sokan. Számomra ez egy olyan világ, ahol szabadon kiélhetem a kreatív probléma megoldói nemet. Olyan lehetőségeket nyújt, amelyekkel rengeteg jelenleg és jövőbeli problémára és kihívásra megoldást találhatunk. És azt is remélem, hogy a robotika és a művészet által egy kicsit jobbá tehetem a világot az alkotásaimmal. Elárulom azért azon a kérdésen, hogy mi a közös ebben a két területben, hát nekem is sokat kellett gondolkodnom, de aztán rájöttem, hogy ez a két terület, ez a két dolog a lényemnek egy-egy része, így nem válhatok meg tőlük. És hogy a közös dolog mi volt? Hát én és az alkotás. Mert az alkotás az alaphalmaz, de a kapocs én vagyok. Amikor kisebb voltam, mindig kérdezték tőlem, hogy mi akarok lenni, ha nagy leszek. Tipikus kérdés. Mondtam nekik, hogy a festészet és a robotika érdekel. És ezután megkérdezték, hogy akkor mégis melyik vonalon megyek tovább. Csak néztem rájuk értetlenül, hogy akkor nekem most választanom kellene. Tudtam, hogy ha két járható út van, akkor nekem biztosan egyik sem lesz jó. Ugyanis nem adhatom fel egyik szenvedélyemet sem. És ezért úgy döntöttem, hogy ha jobbra is van út, meg balra is, de egyiken sem akarok menni, akkor majd vágok magamnak egy ösvényt középen. Az arany középutat. Az emberek alkotásra vannak programozva. Ez az, ami megkülönböztet minket a robotoktól. A robot a meglévőből racionálisan választ, és cselekszik, elindul azon az úton. Mi viszont újítunk, alkotunk. Az ember képes a változásra és a változtatásra is. Most, ki gondolja magáról, hogy alkotó? Mert igen, mindenki alkotó. Az alkotás az élet velejárója. Az alkotás természetes és csodálatos dolog. Azt gondolom, hogy az önmagunkban rejlő lehetőségek kifejezése és formába öntése életünk legnagyobb kalandja. Legyünk nyitottak az alkotásra és a fejlődésre. Mi magunk is fejlődjünk, változzunk, változtassunk és alkossunk azért, hogy jobb világot teremtsünk. Alkoss, mert te vagy a változás.